Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez itt a heti agymosó, Fernár Andrással és Ács Danival. András most a kanadai Cortez szigetről jelentkezik be. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, a következővel fordulok hozzátok. Jelenleg 34 éves vagyok, boldog és kiegyensúlyozott családban élek a férjemmel, és a 7 és 8 éves lányaimmal. Sajnos ez nem volt mindig így. Alkoholista, narcisztikus szülők mellett nőttem föl, az általuk okozott sérülések és megszégyenítések súlyos lelki bántalmazásaik száma végtelen. Lelki gondjaim, szorongásaim, félelmeim, depresszióm és önutálatom mindig is volt, azonban lányaim születése után ezek teljes mértékben elhatalmasodtak. Emiatt 3-4 éves korukig nem tudtam megfelelő módon az anyjuk lenni. Türelmetlen és érzelmileg elérhetetlen voltam számukra, sajnos az üvöltözés se volt ritka. Férjemnek, egy barátnőmnek és a terápiának hála felismertem, hogy honnan erednek a problémák. Életemet, lelkivilágomat, önértékelésemet és az anyaságomat is rendbe tudtam hozni pár éve. Apám meghalt, anyámmal pedig a kapcsolatot teljes mértékben megszakítottam. Elegem lett az állandó ivászatából és kritizálásaiból, viszont utolsó mondataitól nem tudok szabadulni. Nem egy ilyen rohadékot akartam szülni, mint te, és jobb, ha megtudod, a gyereknevelés egy lukri, hiába teszel meg mindent, ha rohadéknak születik, akkor nincs mit tenni, majd meglátod te is, főleg a kisebbik lányodnál. Nyilván én ezt nem így gondolom, de szavai nagyon ráerősítenek a bűntudatomra. Hogy vajon milyen végzetes lelki sérüléseket okozhattam én is a lányaimnak korábban? Bűntudatom nem múlik. Annak ellenére sem, hogy lányaim érzelmileg stabilak, boldogok, életük megszégyenítéstől, üvöltözéstől, türelmetlenségtől, el nem fogadástól mentes. Szeretném tudni, miként tudnám ezt a terhet lerakni, vagy legalább békében együtt élni vele. Segítségeteket köszönöm, üdvözlettel, Anna. Ismerős az anyád. Tulajdonképpen amit idézel tőle, az egy átok. Az anyád egy boszorkány, és megátkozott. Akkor a kérdés az, hogy hogyan lehet megszabadulni egy átoktól. Hát ez az egyik kérdés. A másik a nem múló bűntudatról szól. Valahogy voltam, valamit tettem, megbánom, most mit csináljak? A múlt megtörtént. A te múltad is, a gyerekeid múltja is. A múlton nem lehet változtatni. A múltnak vége van. A jövő átláthatatlan, beláthatatlan. Semmit nem tudunk róla valóban. Sötét. Amit gondolunk róla, az csak imagináció, képzelet. Tehát mi van? A jelen. Ez a jelen pillanat. Ez a gramofon tű, ami éppen most érinti a lemezt, és a jelen pillanat történik. Ez van, más nincs. Már a görögök is, ógörögök is úgy gondolkoztak, hogy rosszat tettem a múltban, akkor meg kell fordulni, jót kell tennem, és az istenek megbocsájtanak azonnal. Az isteneknek tök mindegy, hogy én rosszul érzem magam azért, mert rosszat tettem, vagy nem érzem magam rosszul azért, mert rosszat tettem, őket csak az érdekli, hogy mostantól, ettől a pillanattól kezdve ne tegyek rosszat. Tehát van egy fordulás. Egy metanoia görögül, metanoia. A paranoia az e körül, a szó körül forog, de a metanoia az a fordulás, amikor rájövök, hogy ezt már nem akarom többé tenni, megfordulok, többé nem teszem, és minden azonnal meg van bocsájtva. Az isteneket csak az érdekli, hogy ne tegyek rosszat. Múlt az már megtörtént.
Ez a fordulat. Úgy azt írod, azt mondod, hogy a fordulat megtörtént. Hát akkor mindenki örüljön, te is. A gyerekeid, nézd, a te szüleid is mindenféle rosszat tettek veled, és mégis itt vagy. Vagy. Élvezed az életet, élvezed a gyerekeidet, most már nem minden rossz. Hát akkor bármi is történt a gyerekeiddel, nem végzetes lelkisérülést okoztál, nincs végzetes lelkisérülés. Lelkisérülés van, de minden rossz, ami egy gyerekkel történik, ha utána 1000 jó van, akkor meggyógyul az, ami a rosszban megesett. A születés traumája elmúlik, hogyha 1000-szer emeli az anya a gyereket a melléhez, és odaadja magát, és a testéhez szorítja, és szereti, és mosolyog rá. Úgyhogy örülj annak, hogy meg tudtál fordulni, és talán annyit, hogyha valamikor a gyerekeid bajba kerülnek, és azon gondolkoznak, hogy mi volt olyan rossz, hogy mire emlékeznek, akkor mindig mondj nekik igazat, akkor vald be, hogy az első 3 év, hát az nem volt könnyű senkinek sem. De sajnálod, más nem tudtál tenni. Szerintem jobb, hogy élnek, mint hogy ezt megkímélted volna nekik, és nem is lennének. Úgyhogy ezt el kell fogadni, és optimista módon azt remélheted, hogy ebből nem lesz baj. Hogy mit csinálj az anyádnak a átokjával, van egy Alejandro Jodorowsky nevű filmrendező tulajdonképpen, aki tarokkártyákat olvasott hétvégén, minden hétvégén annak, aki éppen jött hozzá, és előírásokat, recepteket adott nekik, hogy megbarítsa őt az ilyen átkoktól. Ezt pszichomágiának nevezte, és több könyvet is publikált, amiben ilyen recepteket lehet olvasni. Hát például én azt ajánlanám, hogy esetleg papírból kivágsz egy női alakot, rárajzolod az anyádat, és égesd el. És ahogy ég az anyád, mondd, hogy egy szavát se hiszed el, az átka nem fog fogni, és nem fogja programozni az agyadat. És az, hogy ezt az én anyám is mondta, hogy az Isten ember bottal, majd neked is lesznek olyan gyerekeid, akik olyan szemtelenek lesznek, és úgy fognak bánni veled, mint ahogy te most velem. És ezt sokáig el is hittem, de úgy 30 éves korba jöttem rá, miután a gyerekeim megszülettek, hogy ő volt a csirke, én voltam a tojás. Hogyha én másképp bánok a gyerekeimmel, mint ő bánt velem, akkor miért bánnának a gyerekeim úgy velem, mint ahogy én bántam vele? Hát ő kezdte, és így is történt. Most a gyerekeim már úgy 45 körül vannak, mind a kettő, 45 évesek, 49 éves a fiam, de egyáltalán nem bánnak rosszul velem, egyáltalán nem veszekednek velem, mint én veszekedtem az anyámmal,
De hát én nem vagyok olyan, mint az anyám. Csak arra kell vigyázni, hogy ne legyél olyan, mint az anyád volt, és a gyerekeid boldogabbak lesznek, mint te voltál. Oké. Hát ehhez most nem is tudok mit hozzátenni, viszont nézzük a következő kérdést. A tárgya feloldozás. Kedves András és Dani, 2 éve volt egy élményem, drogot kevertek az italomba, és magatehetetlen állapotban szexuális erőszakot követett el rajtam egy férfi, akibe szerelmes voltam. Nagyon megrázott a dolog, és a történtek után furcsa emlékképek törtek fel bennem. Emlékemben 4 éves voltam, és apám egy barátjával kellett mennem, akinek sok pénzzel tartozott, nem akartam menni, de apám azt mondta, vele kell mennem. Amikor a férfinál voltam, szexuális dolgokat művelt velem. A társaim sosem fogadtak el, mindig kirekesztett voltam, úgy érzem ezért, mert emiatt elvesztettem a kapcsolatot magammal. Most 24 éves nőként nem tudok kapcsolatot kialakítani, vagy ha igen, akkor csak olyat, amiben szenvedek. Nem tudok bízni. Hogy tudnám ezt feloldani? Mit tegyek? Reménykedem a válaszban. Köszönettel, Rebeka. Nehéz erre válaszolni. Nem tudom én mit tennék a te helyedben, mert elképzelhetetlen az az élmény, azok az élmények, amiket túléltél. Az ember szíve fáj hallani, hogy ilyen dolgok történnek a világban. Minden alkalommal, amikor azt hallom, hogy egy apa eladja a lányát, szexuálisan árulja a lányát, megrökönyödöm. Hát, nem nagyon nehéz elképzelni, hogy mit gondol egy férfi, amikor odaadja a lányát egy másik férfinak, vagy mit gondol egy férfi, aki drogot kever a szeretője italjába, és megerőszakolja. Tehát nézd, én úgy nézem, úgy gondolom, hogy veled a legrosszabb, ami megtörténhet emberrel, megtörtént. Több férfi elárult, kihasznált, elárult, tárgyiasított, embertelenül bánt veled. Mit tud az ember tenni egy szerencsétlenség után? Amikor megtörténik a legrosszabb. Anyámat elvitték Auschwitzba, 1,5 évig Auschwitzban volt, és aztán hazajött. Hát mit, hogy lehet élni Auschwitz után? Nézd, ha nem tud az ember élni, hát akkor nem tud. Én nem... Itt nincs könnyű megoldás. Az anyámnak arra kellett rájönnie, és nem tudom, hogy rájött-e, mielőtt meghalt, hogy nem mindenki gazember. Hogy nem lehet általánosítani. A baj az, hogy amikor belenézel a szemébe valakinek, akkor nem tudod, hogy gazembere vagy sem, vagy hogy mikor lesz gazember. Ha mondjuk egy kis piros csillag lenne az emberek homlokán, azoknak az embereknek a homlokán, akik gazemberek, akkor könnyebb lenne élni a világban. Tehát a probléma kettős. Az egyik az, hogy bízzak meg valakiben valaha is, bármikor. Tehát nem tudok megbízni senkiben, mert minden normális arc mögött egy gazember bújhat el. A másik probléma pedig az, hogy nincs igazságosság.
hogy azok, akik engem bántottak, azoknak nem kellett válaszolniuk azért, amit tettek. Senki nem vonta őket felelősségre. Hát ezek után könnyedén mondhatnám, hogy én nem akarok játszani, nem akarok élni egy ilyen világban. Hát ha mégis, akkor csak azt kellene megtanulnom, hogy találjam ki gyorsan, hogy meg tudok-e bízni valakiben, vagy sem. Hogy ne általánosítsak. Az anyám, amikor az első kocsim Volkswagen-nel volt, akkor dühös lett rám, hogy tudok én egy német kocsit venni. Mert a németek bántották őt. De hát nem a németek bántották, egy csomó gazember bántotta. A magyar gazemberek is, meg kanadai gazemberek is. Nem szabad általánosítani. Nem minden férfi tenné meg azt, amit az apád megtett, és amit az a férfi, akiben szerelmes voltál, megtett. Tehát hogy legyél szerelmes egy olyan férfiba, aki ilyet soha nem tenne se veled, se a gyerekeivel. Hát én csak egy kis tesztet tudok adni neked, ami az, hogy azok, akik másokat bántanak, azok nem veszik az embert komolyan. Tehát nem figyelnek rád, és főleg nem vesznek számításba. Tehát abban a pillanatban, amikor te azt mondod, hogy stop, akkor a másiknak meg kell állni, annál kérdezni, miért. Tehát odaadod a kezedet, hogy fogja. És amikor éppen eleged volt, akkor azt mondod, na most elég, most engedj el. Ha azonnal elenged, akkor jó. Ha ma csókolóztál vele, és holnap azt mondod neki, hogy ma nem akarok, akkor nem feszegeti, és nem akaratoskodik. Tehát akiben meg lehet bízni, hogy amikor azt mondod, hogy most álljunk meg, vagy most nekem elég, akkor azonnal megáll, és nem erőszakoskodik, akkor esetleg meg lehet ebben az emberben bízni. Hát remélem, hogy lesz szerencséd egy becsületes férfival és más becsületes emberekkel találkozni. A bizalom az, most arra gondoltam, hogy az egy lépés, mondjuk ha én szeretnék valakibe megbízni, akkor az elkerülhetetlen, nem? Hogy előbb-utóbb az valahogy egy kockáztatással járjon a részemről? Vagy van, hogy kockáztatás nélkül kialakul bizalom? Vagy hogy van ez? Nem. Én szerintem a bizalmat mindig előlegezni kell. Például a gyerekeim mondjuk hazudtak, vagy loptak. Akkor azt mondom, na hát ez... vagy valamit megígértek, és nem tették meg. Hát mondom, hát ha ezt csináljátok, akkor nem tudok megbízni bennetek, és senki se tud, úgyhogy ezt ne csináljátok. És akkor most újra kezdünk, újra megbízom bennetek. Most ne cseszétek el. Tehát a bizalmat mindig el lehet cseszni. De attól függően, hogy mennyire szeretem a másikat, adok neki újabb és újabb csanszt. Vagy nem. Úgyhogy, hogy mikor van vége annak, hogy bizalmat előlegezek, hát az a helyzettől függ.
De azt mondani például egy gyereknek, hogy meg kell hogy dolgoznod kell azért, hogy újra megbízzak benned, hogy valahogy azt mondom, hát most már eltörted a bizalmamat, és most hónapokig vagy évekig jónak kell lenned, mielőtt újra meg fogok bízni benned, az nem egy jó stratégia, mert akkor nekem van minden hatalmam, a másiknak meg dolgoznia kell azért, hogy újra megbízzam benne, tehát ez nem működik. De az működik, hogy jó, újra kezdjük, előlegezek neked bizalmat, ne csezd el. Köszi. Oké, nézzük meg a mai utolsó kérdésünket. Kedves András és Dani, a helyes kérdés megtalálásában kérem a segítséget. Két dolog kínoz. Az egyik a magány, a másik egy fantázia. Röviden írnom kell az életemről. Egy kaland gyümölcse vagyok. Az anyámat kezelték valamilyen pszichiátriai kórképpel, de nem tudom megmondani, hogy melyikkel. Buta volt, gyakran napokig aludt, és olykor rettenetes dükkitörései voltak, ilyenkor tört, zúzott, és embereket sebesített meg. 3,5 éves voltam, amikor öngyilkosságot kísérelt meg gyógyszerekkel, és én is kórházba, majd intézetbe kerültem. Állítólag felszedegettem a kiszóródott gyógyszereket a földről, és lenyeltem azokat. Nem tudom ezt elhinni, rosszabbra gondolok, de a történtekre nem emlékszem. 2-3 kép maradt meg az emlékezetemben az azt megelőző korszakról, aztán már csak az intézeti létről. Ott visszahúzódó voltam, és gyakran voltak rémálmaim. Volt egy nevelőnő, akitől féltem, de volt kettő, akiket szerettem. 5-6 éves korom körül, más-más alkalommal egy velem egykorú, egy kicsit idősebb, majd egy nagyobb kamasz fiú rávett engem valamiféle kezdetleges szexuális játékra. Ezeket nem nagyon értettem, és nem beszéltem róluk másoknak. Nem tudom, mit gondoljak ezekről. 8 éves koromig voltam az intézetben. Ezután apámhoz kerültem, akit egyébként az intézetbe történő látogatásai kapcsán ismertem meg, de mindig idegennek éreztem. Ő alkoholista volt, és elsősorban lelkileg bántalmazott, folyton butának és gonosznak nevezett. Amikor kamaszodni kezdtem, akkor kiderült, hogy a férfiak iránt vonzódom. Anyám korán meghalt, az apámmal nagyon rossz volt a viszonyunk, és 19 éves koromban ajtót mutatott. Azóta nem találkoztunk. Próbáltam férfiakkal ismerkedni, de nem ment, féltem tőlük, és nem tudtam magamat elengedni a jelenlétükben. Azt a következtetést vontam le, hogy nem felelek meg nekik, így amikor egy lány érdeklődést mutatott irántam, akkor kapcsolatba bonyolultunk egymással, ami 11 évig tartott. Az eleje egyféle baráti szeretet kapcsolat volt köztünk némi gyerekes erotikával. Végül megromlott a kapcsolat, és ő egy éjszakás kalandból teherbe esett. Nehezen, de elfogadtam ezt, és azt gondoltam, hogy majd alternatív családként élünk együtt. Ez így is ment, amíg a kisfiam, mert így gondolok rá születésétől fogva, 5 éves nem lett, akkor nagyon szomorú és megterhelő körülmények között vége szaladt a kapcsolatnak. Érdekes módon akkor, amikor a lakáshitel törlesztés utolsó részletét is befizettük. Azóta a volt páromnak több férfival is volt kapcsolata. Én meg megpróbáltam ismét nyitni a férfiak felé, de ugyanazt érzem, mint régen. Elutasítást, bunyt, bántást. A meleg ismerkedős oldalak számomra felérnek egy rémlátomással, és minden meleg hely, rendezvény egy háborús övezettel. Szeretnék megörvendeztetni, vidámmá tenni egy barátságos fickót, és legalább egy kicsit fontosnak lenni a számára, de velem mindenki csak intellektuális dolgokról akar beszélni, vagy a lelki szemetes ládájának használni. Borzalmasan magányosnak érzem magam, és olykor éjszakákon át bőgök. A másik, ennél szégyenteljesebb dolog, hogy néhány havonta magával ragad egy sötét, szexuális fantázia, amiben gyereknek képzelem magam, akivel felnőtt férfiak visszaélnek, erőszakoskodnak. A fantáziálást történetírás egészíti ki, vagy ilyen történeteket fordítok a magam számára, és ez akár napokig is eltart. Utána szégyent érzek, és azt, hogy minden bennem lévő jó tulajdonságot áthúz, megsemmisít, kiírt belőlem ez a vágy. Két dolog lenne jó. Egy intim szeretetteli kapcsolatot egy férfivel, és végleg elveszíteni az érdeklődést a hülye fantáziálás iránt. Mi a teendő? Vagy mi a helyes kérdés, amin töprengve juthatok valamire? Köszönettel, Márk. Hát te is már legrosszabbat átélted, gondolom. A szerencsétlenség veled is megtörtént. És a kérdés az, hogy hát mit csináljon az ember egy nagy szerencsétlenség túlélése után.
Hát az egyik kérdés, nézd, az, hogy férfi vagy nő, az tulajdonképpen mindegy. Ha egy nővel akarnál jó kapcsolatot, az is éppen olyan nehéz lenne számodra, mintha férfival. Tehát ha keresel egy jó szeretőt, ha keresel egy jó barátot, akivel minden nyitva van, a szíved is, a szexualitásod is, minden, hát akkor tulajdonképpen egy tűt, mondjuk egy varró tűt keresel egy szénakazalban. Hát komolyan keresni kell, és nem szabad időt tölteni a szénával. A széna az nem a varrótű. Tehát rövid az élet, nem engedheted, ha komolyan akarsz találni valakit, akivel jó lenni, akkor nagyon gyorsan kell elhatározni, hogy itt akarsz-e időt tölteni, vagy sem. Tehát az, hogy tulajdonképpen ki után, vagy kinek az irányába vonzódsz, az mindegy, akár férfi, akár nő, akár mind a kettő. Egy jó kapcsolatra vágyol, és az senkinek sem könnyű megtalálni. Úgyhogy ott csak bátorítani tudlak, hogy hát kerüld el az olyan helyeket, ahol nem jól érzed magad, kerüld el az olyan embereket, akikkel nem érzed jól magad. Ez nem, ha én most keresnék valakit magamnak, akkor úgy fogalmaznám meg, hogy olyan valakivel szeretnék együtt lenni, akinek a társaságában én jól érzem magam. Hát ez minimális. Ha valakinek a társaságában nem érzem jól magam, akkor nem akarok vele időt tölteni. Vagy olyan helyzetekben, ahol nem érzem jól magam, azokat elkerülöm. Tehát nem magamat akarom megváltoztatni, hanem addig keresgélnék, amíg meg nem találnám azt, amit keresek. És az egész világra ki kell terjesztened a hálódat. Lehet, hogy Magyarországon ilyet nem találsz. Lehet, hogy Spanyolországba kell menned, vagy Argentínába. A világ a tiéd. Neked adom a világot, biztos van valaki, akivel jól éreznéd magad. Persze emögött az van, hogy mintha azt kellene mondanod, hogy megérdemlem azt, hogy én addig meg se álljak, amíg nem találok valakit, akivel érdemes nekem együtt lennem. És de hát nézd, nincs olyan, hogy megérdemelni. Az csak mesékben van, erről már gyakran beszéltem, hogy akinek van a szerencsés, akinek nincs a szerencsétlen, aki gazdag, az nem érdemli meg, aki szegény, nem érdemli meg. Tehát két dolog van a világban, akarod és megkapod, akarod és nem kapod meg. Hát én remélem, hogy te akarod és megkapod. Úgyhogy nem érdekes az, hogy mi történt veled, mint mondtam az előző kérdésre válaszolva. A múlt már megtörtént, és ennek ellenére úgy kell neked világgá menned, úgy kell neked kimenni a világba, keresni azt, ami neked kell, mintha remek szüleid lettek volna, mintha mindent megkaptál volna, amire neked szükséged volt. Tehát nem muszáj a történelmedet magaddal cipelni, valahol tedd le. Hát tudom, hogy ez könnyebb mondani, mint megtenni, tehát erre való a pszichoterápia.
erre való az, hogy találj magadnak valakit, egy jó terapeutát, ami különben lehet, hogy nem könnyebb, mint egy jó pasit vagy egy jó nőt találni. Egy jó terapeuta ugyanolyan ritka, mint egy jó társ. De hát jó szerencsét, és remélem, hogy kitalálsz ebből a sötét erdőből. Figyelj, András, egy mondatot vagy kettőt még tudsz mondani esetleg a sötét fantáziálásról, amiről ír a végén a Márk? Persze. Én azért nem is említettem, mert én mindig úgy gondolkodom a fantáziálásról, hogy akármit fantáziál az ember, az rendben van, az nem bánt senkit. Tehát, hogyha, és ezt én csak érdekesnek találom, azt hiszem már mondtam, hogyha azt fantáziálnám, hogy egy éles karddal levágom a fejedet, Dani, és élvezem, ahogy mint a szökőkút ömlik a véred, hát furcsa, de hát nem bánt ez téged, és engem sem fantáziál, amit akarunk. Na, éppen ezt fantáziálod, Márk, az lehetséges, hogy abban a helyzetben, amit fantáziálsz, ott nem kell semmit sem tenned. Tehát nem kell kezdeményezned. Mint hogyha annak örülnél, hogy valaki téged annyira kíván, még ha perverz módon is, hogy neked semmit nem kell tenned, és mégis történik. De hát ez nem jelent semmit, ezt nem kell egy jelnek képzelni, ami arra utal, hogy valami nincs rendben. Ha a fantáziánál maradnál, és nem keresnél valódi embert, akivel együtt tudnál lenni, hát akkor azt mondanám, hogy az kár, mert megfosztod magad a valódi élettől, és esetleg megvéded magad a csalódástól. Mert ha fantáziálsz, akkor nem csalódsz, akkor pontosan az történik, amit akarsz. Az akaratod az Úr, míg a világban, hát sajnos az akaratod nem mindig az Úr. Oké, köszi András, köszönjük nektek is, kedves nézőink, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!